nem fog már, játszik vele, látom. Hát szóval már rossz. Aha, rossz. Jó, elég, köszönöm. Ja. Nem volt fájdalmas, csak megijedtem egy pillanatra. De nagyon-nagyon szépek. Gyermekkoromban nem lehetett egyetlen állatom sem. Még titokban sem. És a felnőtt koromban pedig már erősen túlkompenzáltam. Legelőször egy cicát fogadtam be, utána egy kutyát fogadtam be, és később szerettem volna nagyon madarat. Egész véletlenül én egy kis állatbőrzén jártam, ahol egy magyar tenyésztő lány éppen baglyot árult. És akkor így lett az első madaram. 6 évvel ezelőtt ő a Sophie Bagoly, akiről aztán később kiderült, hogy kisfiú, de a neve megmaradt, hogy ő a Sophie Bagoly. Most éppen 11 Bagoly van. Ők malájerdei baglyok, ő Momó, akit itt látok, ő a Sophie, az apuka, ő az anyuka, tehát ő gyakorlatilag ugye megengedi azt, hogy a fiókáját elvegyem, de közben ő is gondozza, és az apuka is gondozza. Ez a kis fióka 3 hetes lesz vasárnap. Ő ugye kezdettől fogva kézzel nevelt madárka lesz, és nagyon fogja szeretni és követelni az emberi társaságot. Ez egy egész kényelmes, tágas röpte. Azt gondolom, hogy itt jó életük van. Tarthatóak másképpen is, napi röptetéssel, akár egy téfához békjóval rögzítve, de én úgy érzem, hogy nekik így a leghumánusabb a tartásuk. Amikor még csak egy madaram volt, akkor bent élt a házban, hogy tulajdonképpen képes alkalmazkodni ahhoz a környezethez, amiben él az ember. Magyarországon a bagolytartás teljesen legális. Viszont olyan fajok, amik Magyarországon honosak, ők védettnek vannak minősítve, ők nem tarthatók, illetve amik veszélyesnek vannak minősítve, szintén nem tartható. Otthoni környezetben élő baglyok, így, hogy nem egyedül élnek, hanem mindenki csoportban él, ők így nagyon szívesen vannak együtt, tehát, hogy szeretik egymást, összetartoznak, illetve nagyon kedvenc játékuk a plüss állatok, és nagyon-nagyon tudnak örülni egy új játéknak. Vajon én meg tudom őt fogni így? Jaj, jaj, jaj. Meg tudod. Annyi, hogy kesztyűben lett volna. Annyi, hogy kicsit. Ügyes vagy, Flóra, teljesen jó fejek vagytok, látjátok, hogy a... Igen, mondják, hogy felfele megy mindig. Igen, engedd nyugodtan a válladra, kicsit játszani fog a hajacskáddal. Hát, hogy eldobom inkább. Szóval ennyit jelent egy kézzel nevelt madár, hogy tulajdonképpen idegen is meg tudja simogatni, meg tudja fogni. Szoktuk mondani bölcs bagoly, hogy ez neki az eposzi jelzője, hogy ők valóban egy nagyon intelligens madara? Azért ford ugye össze, mert hogy a világosra mennek éjszaka, és ugye a halottas háznál világítottak gyakran, és akkor azt gondolták, hogy összefügg egy túlvilági szellemekkel, vagy hogy Pallas Athénénak is Kuvik volt a jelképe. A papagájok okosabb állatok. Ők inkább kedves állatok. A Csőrike rajzfilmben nekem az jött le, hogy a cica meg a madarak nem feltétlenül a legjobb barátok, de ahogy látom, ők azért a legnagyobb békében élnek egymás mellett. Együtt nőttek föl. Tehát, hogy együtt szocializálódtak, együtt ismerték meg a világot, egyik sem ellenség a másiknak, sőt barátok. Ők ragadozó madarak, húst esznek, a picit azt én is etetem, és a szülők is etetik. Ezek a madarak nagyon szeretik az emberi simogatást és a bújást, nagyon kötődnek a gazdiukhoz. A tenyésztő segít az elején, elmondja, hogy mire figyelj. Az összes többit saját magadnak tapasztalod ki, ami nem könnyű, de most utólag teljesen biztos vagyok benne, hogy jól érzik itt a madarak magukat, hiszen szaporodnak, boldogok, egészségesek, soha semmi bajuk nem volt.